Na, ilyet se látott még a világ. A Starship mai harmadik integrált tesztrepülésén az űrbe kijutott második fokozat videóra rögzítette a légkörbe lépés pillanatait, de nem csak rögzítette, hanem bizony valós időben továbbította is, így az élő közvetítésünkben is együtt élvezhettük a legjelentősebb pillanatokat. Ilyen külső videót még sosem közöltek élőben, és valóban lenyűgöző, ahogy felízzik a járművet körülölelő atmoszféra. Az élő közvetítésünkben egyébként szót ejtettünk a SpaceX történetéről, a legelső rakétáik kudarcairól, majd az általuk megreformált iparágról és persze magáról a Starship szerkezetről is. A kamera a Starship második fokozatának egyik felső flapjére, azaz terelő szárnyára volt rögzítve. Lefelé néz, ahol az alsó szárny és a rakéta alja látható. A szárny mozgatása miatt mozdul meg néha az egész kép. Az első fokozat rendben gyorsította a második fokozatot, a szétválás is remekül ment. Ezután a booster visszafordult, hogy puha landolást hajtson végre a tenger kijelölt pontjára. A kijelölt pont megvolt, de az első fokozat végül több mint 1000 km/órával csapódott a tengerbe. A második fokozat a mexikói öbölből átugrott Afrika fölött, majd a visszatérés során ezek voltak az utolsó képsorok, amiket továbbított. A szerkezet vélhetően szétesett, további infók hamarosan, az élő közvetítésünk bármikor visszanézhető.